Sziasztok, Zazóka vagyok. Folytatom a játékot. Igen. Elindultunk Kennyvel felfedezni a várost, illetve azután a alakután, akit látott Lee. És hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Jézus, fertőzöttek. Oké. Teli van a város zombival, azt láttuk. Illetve meg a túlélők is ott bujócskáznak. East Bay, keleti kikötő. Nagyon úgy érzem, mintha kezdenének kicsúszni a kezeim közül a irányítás. Kezeim közül az irányítás, igen. Kenny eléggé enervált. Ajaj. Mindenhol fertőzés, ragaszok. Az mi is oda? Biztos valami jelzés. Y. Hey, so you want to talk about it? About what? About what happened back there in the attic? No. You sure, man? I mean, river's right up ahead. Nincs kedve beszélgetni. Már megint. Son of a bitch. That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. Valaki ellenünk dolgozik. What in the hell is going on? Valaki velünk dolgozik. Mármint, hogy segít minket. Talán a figyelmünket akar, ötletem sincs, talán szívességet tesz nekünk. Oh! Maybe whoever's ringing that is just trying to distract us, create a diversion. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for him. Oh, ne legyen már ilyen betonfejű. Az észre fog minket venni? Let's keep moving. Igen, amúgy ez is egy opció. Tehát, hogy nem nekünk akar segíteni, csak hanem, hogy minket eltéríteni. Still nothing moving behind us. I think we're... Hoppá. Ez mi lesz? Oh my God. Kikötő, aha. Hát sejtettem amúgy. Keep out, maradj távol. There's gotta be. Menjek egy csónaknak. B. Kenny, man, I don't think so. Maybe we need to come up with... This is the plan. It's the only one we've got, and you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Well, screw you. I ain't giving up that easy. Hát, pedig ugye talán még várható is volt. Talán még meg lehet menteni. Y. Seriously? You got a better fucking idea? I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. Aha, miközben megesznek a zombik. Okay. Miközben kukkolok, mi? Persze. Ennél hülyebb ötletet nem hallottam. Jaj, Istenem! Megnézd, deszkák. Keep out, ugye. Nézzünk el erre, jó? Megnézd, teherautó. Someone must have been trying to back their boat into the water. Only things didn't go as planned. Igen, szóval, most persze utólag már így lehet okoskodni, mert ugye nekem se jutott eszembe, hogy most mi lesz itt. De hát utólag azért hadd okoskodjak már, tehát hogy igen, tehát hogy lehetett azt sejteni, hogy ez ugyanaz, megnéz teherautó, megnéz kocsi, hogy tehát egy ilyen zombi apokalipszisnél, ahol azért gondolom az embereknek van idejük menekülni,
tuti, hogy ugye mindenki... Tehát ez nem olyan korszak megváltó ötlet, mint ami Kennynek eszébe jutott. Tehát szerintem soknak eszébe jutott ez. Megnéz kocsi. Yes, siphon. Tires removed. Engine parts missing. Looks like this thing has been stripped clean. Megnéz villamos. Must have been a hell of a wreck. Mi történt itt? Nagy zavargások lehettek, vagy én nem tudom. Oké, ennyi. Itt volt, megnéz deszkák. Looks like the whole city has been boarded up for all the good it did. Hát igen, mindenhol falragaszok vannak. Ez viszont tetszik azért, hogy a készítők egy kicsit megpróbálták gondolkodni, hogy mi legyene. Megnéz jelölések, megnéz pénztárgép, hát azzal én nem tudom, hogy mi lenne. Megnéz jelölések. Hé, hova mész? Mindenhol ott vannak. Hát valószínűleg, hogy a hivatalos szervek, amikor ugye a karantént és a fertőzötteket próbálják felügyelni, kordában tartani, azt tudom, hogy ugye ha átvizsgálnak egy házat, és attól függően, hogy mit találnak bent, ne adj Isten, akkor ilyen jelöléseket, de hát ugye ez az átlag embernek talán érthetetlen is, de gondolom a hivatalos szerveknek ez egy pontos adatot szolgál, hogy... hogy mit jelenthet. Hát én most itt nem akarok találgatni, jó fiúk? Megnéz pénztárgép. Gondolom ki lesz rabolva, ennek nem tudom mi értelme van, de megnézzük. Ennek nem is értem, hogy mi. Megnéz újságos bódé. Ezeknek nem tudom amúgy mi értelme van, de biztos van. Megnéz deszkák. Hát nem tudom. Azt amúgy megfigyeltem, hogyha valamelyik kommentálni való eszközre vagy épületre ránézek, hogy valamikor mást mond. Lásd a, azt hiszem a múltkori résznél. Aha, látjátok? Heteket telhetett. Ugye a múltkori résznél is megnéz jelölések, hogy ez is fontos, hogy igen, tehát legyünk már alaposak. Nézzük meg azt is. Hoppá! És mentés is van. Ez itt valami csapda akar lenni talán, nem? Mit jelentsen ez? Stay out, maradj távol, igen. És nem is vagyok benne biztos, hogy ez a zombik ellen készítették, hanem, hát nem fogom agyonlőni semmiféleképpen, hanem az élő, a túlélők ellen talán. Tehát most a zombikat ez miért riasztaná el, látjátok? Meg kihúzta így karóba őket, te úristen. Azért az már milyen durva halál. Mármint jó, hát a zombiknak nem, de egy élőnek... Ne is beszéljünk róla, fúj. Nézzük meg a jelöléseket. Itt is ugyanazt mondja. De mit? Igen, igen, hát ezt mondtam, hogy nekünk nem sokat jelent, de a hozzáértő személyeknek sokat. Itt be is lehet menni. Hát én most kielveszkedem magamat, de talán nem lesz. Talán nem lesz itt most akció. És szépen nyugodtan tudok mászkálni. Oké. Hát ez tényleg ötletem sincs, hogy mi lehet. Lehetne itt most találgatni, de ez csak olyan lenne, mint a számmisztika. Jól van. Akkor idegen itt már jártunk. Akkor hajtsuk végre azt, amit Kenny mondott. Keep out. Exactly a welcome banner. Hát nem éppen.
Azt tuti, hogy a túlélők, az emberek ugye biztos, hogy teljesen ilyen emberkerülővé válnának, mert hát pont ez az, hogy kiben bízhatsz, tehát teljesen bizalmatlanok lennének egymással. És látjátok, hogy ezt a csoportot is ugye itt alig lehet összetartani, mert nemhogy megpróbálnánk ugye együtt dolgozni, hanem itt mindenki a saját érdekét próbálja érvényesíteni. Pedig ugye egy csoportnak nem így kellene, hogy működjön. Oké, lenne egy vezető, tehát demokrácia, az biztos, hogy az is hát csak hátráltatná a csoportot. Tehát a legtalpra esettebb ember lenne a vezető. De ugye azt úgy értem, hogy legtalpra esettebb vezető, aki igenis figyelembe tudja venni a csoport tagjainak a véleményét, tanácsait. Na, Mókaficek mondta, hogy keveset pofázok. Hát itt van, tessék. Jól van. Na, akkor nézzük meg, remélem nem fog a nyakamba esni egy zombi. Kinéz távcső. Great. Needs a quarter to work. Ó, akkor pénztárgép. Hát ugye hol máshol? Ja. Lenne még egy kis apró. Hello, beautiful. Empty. Szemét! Akkor hol lehet még? Van itt valami esetleg valami parkoló? Nem látok semmit. Semmi. Tudjátok valami ilyen parkolóórát esetleg keresni? A újságautomata. Looks like it's still intact. Na, akkor jó. Föl tudjuk törni, van nálunk valami szerszám. Ajajajajajaj. Elég zajt csináltunk. Jól van. Néha megdöbbenek magamon, hogy milyen okos vagyok. No. De most nem értem a játékot, hogy oké, hogy használjuk a távcsövet, de hát nekünk ezt a partot kellene végignézni, ahhoz meg miért kéne távcső. Na mindegy, meglátjuk, hogy mit akar a játék. Fuck! Oh, ne. What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it? Halott ügy. What the? What the hell is that? Fate worse than death. Az biztos, hogy nem egészséges, aki ezt csinálta. Oké. Okay. Megnéz épület. Oké. Jó, a túlpartot kell megnéznünk. Megnéz épület, jó. Még az is lehet, hogy a túlparton lesz valami hajó. Megnéz elsüllyedt csónak. Oké. Híd. The Talmadge Memorial Bridge. Can't imagine how many people tried to escape across it when the city started to fall. Oké. Megnéz folyó. Not a boat to be seen. Oké. Szerintem nézzük meg a hídon esetleg lesz valami. Tovább nem. Akkor a ellenkező irányba. Hát miért ne, ugye? Az én szerencsémmel az ellenkező irányba kellett volna kutogatni. Talán. Megnéz folyó. Valamit létezik, hogy nem veszek észre, fiúk, lányok? Megnéz épület. Már láttuk. Fönt. Nem. Mit kellene, hogy észrevegyek? Megnéz elsüllyedt csónak. Ezt ugye már felfedeztem. Hopp. Ez volt a híd. A folyó. Hoppá, Rézimi. Aha. Ez ki ez? Nagyon ügyes. Get down! Get down!
épületeken mászkál. Én egy fiúnak nézem amúgy, vagy lánynak, talán. De nagyon ügyes. Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. Could be our bell ringer. How about we go find out? Maybe he's just another scavenger like us. Yeah, and maybe he ain't. Maybe he's that fucker on the radio who's been messing with Clementine's head. Don't you want to know? De, akarom, ha így van, persze, okay, nézzük meg. You head up the middle of the street. I'll go around the side, cover your flank. We'll come up on him quiet, take him by surprise. Okay. We just want to talk to this guy. Oh, we're gonna talk. Oh, nehogy lelőd, te idióta. Jól van. Az utca közepe felől menjél. Csak előre fele tudok menni amúgy. Fölnézünk. Hol van? What the? Eltűnt! Hé! Kisfiú! Ne bánts! Mit csinálsz? Aj, már megint olyan béna voltam. A ügyességi részekkel vannak nekem gondok. De ez lő! Lány! Hé! Ez lány! No! Itt a Clementine. Clem? Please, don't hurt him! Milyen aranyos, ő mentett meg. Hát simán megölt volna. Ilyenek a lányok. Látjátok? Crawford. Aha. B? You're not the guy on the radio. I'm not a guy at all. Full marks for observation. Ipsilor! Basszus! Rossz gombot nyomtam meg. Y-t akartam, és erre az arra nyomtam rá. Ez most a ügyetlenség miatt volt. Ha, Istenem. B. Everyone just calm down. I'll calm down once she tells me who the fuck she is. Back off, asshole. The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. I'm not looking for any trouble. Hi. Jó sokáig életben maradt ez a nő. You guys really aren't from Crawford, are you? B. I don't even know what that is. Everything beyond that barricade. Uh-huh. What the hell happened here? You sure you want to know? When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive, stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero tolerance policy for anyone who won't or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. Oh? Was that you at our house this morning? Watching me through the back fence? Hell no. Believe it or not, I've got better things to do with my time. Akkor igen. Ypsilon? What the hell are you doing here? How'd you get out of the house? Well, Meat started getting really sick. Kristen and Ben had to take him upstairs. I didn't just want to sit around there. I wanted to come help. I told you we didn't need any help. Really? Oh, pillanat, fiúk, lányok. Valaki csöngetett. No, itt is vagyok. Hát már nem hagyják az embert nyugodtan játszani.
Because if it weren't for her showing up when she did, I would have beaten your brains out. That's debatable. Uh-huh. B. Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I knew it! Lee, I knew she was the one who'd been following us! Fucking with us! Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raised the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? They'll eat anything, alive or dead. That's pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast. Get in and out before they start to wander back again. B? What do you mean, no children? Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived, while the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Ezek idióta. Just the opposite, when you think about it. Nem. Mit csináltak velük? Y. What exactly did Crawford do with all these burdens? What happened to them? Well, you met some of them already. Fuck me. Yeah. Anyone who got sick, anyone too old, anyone they figured wasn't strong enough to survive. To them, those people were just mouths to feed, a drain on their precious resources. What's name, Shamley? Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Mi le van a szüleivel? Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Oh? Look, I'm sorry we bothered you. Just want to get her back home. We're not going anywhere until I find us a goddamn boat. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron. You want to keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before. Oi, oi. Great. Just great. Isn't that the... the way we came? Fuck. Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Mom, is there a... Hey! You're just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here, please. Harangoznál, mennyi harangozni? Nagyon, végig se tudtam olvasni. Make it fast. Fuck me. Come on, hurry. Mit kellett volna csinálnom? Oké. Na, ojaj. Come on, Lee, get your ass out of there. Úristen, ne mondjátok! Can't get it open. Here, use that to pry it open. Oh,
Jaj, Istenem, ez a sírba visz, ez a sírba visz. Nem. Ó, gyerekek. Ez a sírba visz engem ez a játék. Mentés. Ó, Istenem. Hoppá. Ez a szerencse. De a másik már puhára esik meg a harmadik. Clementine, can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Shit. Oké. Okay. És én szerintem itt fogom most abba hagyni. Ez a játék ugye... Igen, mert itt volt ugye egy mentésünk. Hát ez a játék ugye itt az ügyességre is hajaz, hogy én még most nem voltam igazából ügyes. Ugye ott véletlenül elnyomtam az egyik gombot, mert nem azt akartam, hogy kapd el, hanem hogy álljon le a Kenny, és ugye a lövés most ugye vonzott a járkálókat. Persze én, ahogy ismerem a játéknak a mechanikáját és a szemétségét, tutti bizti 100%, hogy akkor valahogy máshogy jöttek volna ide a zombik. Illetve hát most is szerintem, amikor ott húzódkodni kellett volna, nem lett volna szerintem elég csak elkapni a kezét, hanem a bal analóggal még föl is tornászni magunkat. Na jó, mindegy. Ahogy esik, úgy puffan, tehát ez a játék ez arról szól, hogy a reagálni is kell, tehát minél életre valóban. Ebből látszik, hogy ne akarjam én magamnak csak ott egy zombi apokalipszis is legyen, mert lehet, hogy már az első nap kinyírnának. Amilyen ügyetlen lennék, meg béna. Na, örültem akkor a szerencsének. Ezt most miért mondtam? Nem tudom. Na, szerbusztok, Zozóka voltam, jók legyetek. Legközelebb folytatjuk.